is gratulálunk, nemrég egy nívós díjat nyertél itt Magyarországon. Nagyon szépen köszönöm. Mi is volt ez a nézőkedvé, elmondod? Igen, ez a Glamour Women of the Year, az év modellje díját nyertem meg. Nagyon meglepő volt a számomra, és hát természetesen nagyon-nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a megtiszteltetést, úgymond. Ja, természetesen megérdemelted, mi nyomon követjük a pályafutásodat. Milyen évet is futottál be a modellvilágban? 2009-ben kezdődött számomra a modellkedés, 15 évesen már elkezdtem utazni, és hát azóta folyamatosan modellkerek, de természetesen az iskolát is folytattam mellette. Volt már lehetőségem több nívósabb divatbemutatón is szerepelni, nagyobb magazinokban, tényleg már mondhatom szinte, hogy bejártam a világot, és most itt vagyok a Tony and Guy Fashion Week Budapesten. Hogy érzed itt magad? Láttunk a túrokba is szerepelsz. Igen, én is részt vesztek ezen a rendezvényen, mint modell, és ez nagyon nagy öröm számomra, hiszen én Magyarországon is szeretek ugyanúgy dolgozni, tehát én úgy gondolom, hogy egyre inkább fejlődik itt van Magyarországon is ez a divatszakma, és én örülök, hogy ennek részese lehetek. Milyen különbséget látsz a külföldi és magyar kifutóvilág között? Hát ez egy jó kérdés. Őszintén szóval egyre inkább tényleg, amint mondtam is, hogy fejlődik a magyar divatvilág is, úgyhogy én egyre kevesebb különbséget találok. Tehát egyre színvonalasabbak ezek a rendezvények, és ennek nagyon örülök. Amikor megnyerted az életed első szupermodell versenyét, és elindult a pályád, akkor mi már találkoztunk, és csináltunk veled a riportot. Milyen elképzelésekkel futottál neki ennek a pályának, és mennyire vált ez be? Hát ez egy teljesen új világ volt a számomra természetesen, már így az utazás szempontjából is, és én úgy gondolom, hogy nagyon pozitívan csalódtam benne, tehát én imádom a mai napig, imádok utazni, imádom a modellkedést, ezt a sürgésforgást, és én igazándiból ilyennek képzeltem el, és szerencsére, hogy eddig teljes mértékben pozitívan csalódtam, úgyhogy nagyon élvezem minden pillanatát. Mit tudnál mondani azoknak, akik most tervezik a pályát, mire készüljenek föl, milyen nehézségek, kihívások vannak ezen a pályán? Hát igazándiból az élet minden terén vannak kihívások és nehézségek. Én csak annyit tudok mondani, hogy legyenek mindenféleképpen talpra esettek, magabiztosak, és tényleg az a legfontosabb, hogy higgyenek magukban és bízzanak az álmaik valóra válásában. Tehát a céltudatosnak kell lenni, az a legfontosabb, én úgy gondolom. Milyen terveid vannak a közeljövőben? Nem tudom, hogy ezt mennyire mondhatom el, de igazándiból idén a terveim között szerepel, hogy kiköltözök New Yorkba. Nagyon-nagyon vonz a város. Már 11 alkalommal volt lehetőségem ott lenni, és ilyen 2-3 hónapokat töltök ott, tehát olyan, mintha már a második otthonom lenne, és nagyon szeretek ott lenni. Úgyhogy így ez így a jövőre néző tervem, és akkor ott a modellkedés mindenféleképpen. Mellette ugyanúgy utaznék, és elkezdem az egyetemet is. Így a magánélete mennyire van idő? Nem igazán van magánéletem, de remélem ez majd idővel alakul. Most így a sok utazás mellett nem igazán volt rá lehetőségem, ott volt a tanulás is, ugyebár érettségiztem, és hát most majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Mi szól a család hozzá? Úgy tudjuk, apukád egy foci edző Debrecenben. Igen, ő a DVSZ-nek a vezetőedzője, és hát természetesen támogatnak mindenben. Már a kezdetek óta ők voltak azok, akik így javasolták is, hogy kezdjem el ezt a modellkedést, úgy gondolták, hogy ez nekem való, és tényleg mondták, hogy utazzak, és bíznak bennem, tudják, hogy talpra esett vagyok. Természetesen azért hiányzom nekik, meg hát nekem is hiányoznak, amikor külföldön vagyok, de ők már ezzel már tudnak élni, tehát elfogadják, hogy tényleg, hogy én ilyen sokat utazok, és örülnek a sikereimnek természetesen, és hát tartjuk a kapcsolatot minden nap, tehát folyamatosan beszélünk, és visszatérve a futballra, tehát én is azért figyelemmel követem az eseményeket, és amikor itthon vagyok, akkor én is ott vagyok a Loki meccseken, és hát várjuk az új stadiont, ami hamarosan megnyit. Hát akkor stílusosan hajrá, és sok sikert neked a pályán. Nagyon szépen köszönöm.